Na sziasztok srácok, én Exos vagyok, és ez egy meglepő videó, mert hát GTA 5-ben vagyunk benne. Ami fura, hogy nem sok GTA 5-ös tartalom van ugye a csatornán. Lényegében bejött most ez az új Verda, jaj, gyorsan bejövök, mielőtt megölnének. Szóval bejött ez az új Verda, az Ocelot XA21, aminek nagyon jó hangja van, nagyon jó kis recsegős, és ezt fogjuk megtuningolni. Hát ugye armorból egy, persze, hogy a maxosat rakjuk rá. Amúgy itt van közben Laci, aki csatlakozik be hozzánk. Hallóztok. Fékből is rárakjuk a legnagyobbat, tehát ez egyértelmű. Na erre leszek kíváncsi, milyen. Aha. Ebből szerintem mehet rá a legnagyobb, ez még eltűrhető. Sőt, még jól is néz ki rajta. Na viszont ez már változó. Hát így nem néz ki rosszul amúgy. Én szerintem ebből is elrakom a legnagyobbat. Nem ebből nem rakom be. Ezt rakom rá. Így király, nekem így tetszik. Level 4-es motorot belerakjuk. Dick V8 meg V12. Az komoly. A saját tuningoló műhelyedbe csinálod, nem? Secondary. Nem saját vagyok. Akkor ott vagy a izénél? Aha, itt vagyok a... Város, hát... az a pibe? Jajajajaj, hát szokásos. Jajajaj, most én megkeresem. Azt sem tudom, hogy melyik garázsomban van amúgy. Annyira adnék amúgy egy olyan... Ez jó lesz ki. Hallod? Amúgy milyen lenne már egy olyan újítás, hogy na. Várjál, ma mik ezek a kibufogók, halló? Igen, azt... lehetne annyi garást. És tudod, nem úgy lenne, hogy... mi az? 3x3 szint, hanem lenne egy batán nagy hangárod mondjuk, amiben itt tudod, itt sorokban lennének az autók. Aha, ja, jó lenne. Viszont én ezt fogom rárakni a 2 darab ilyen kéket, mert ugye ez nekem tetszik a hőtől, ilyen kék tudsz, stb. Nem, ezt nem rakjuk bele. Lol, még ennek is lehet változtatni. Király. Ó, látszik a cooler, mert minden. Nekem ez fel van robbanva, jó tudni. Hát, én rakok bele ilyen hűtőrácsot, hogy a cooler jobban látszódjon, de ez csak az én hülyeségem, mert én imádom látni amúgy. Azt gondolkozok, motorháztetőt meg kéne hagyni tisztán, mert az úgy szép. Vagy menjen rá a fekete, ha már fekete a kocsi. Full feketére csinálod? Nem. Ez csúnya, szerintem ezt rárakom. Ez még úgy elmegy rajta szerintem, dudából meg. Ez mehet bele. Szokásos, megy rá. Xenon lámpa. Mert hát ugye ez egyértelmű, hogy rakunk rá. Neont nem rakunk rá, ez nem az a Verda. Ó, visszapillantó. Mehet rá karbon. Rendszámtábla extra, az mehet rá feketével, ugye szép. Na és amivel gondba leszek, az a secondary color, bár szerintem... Hát nem jó a króm. Aha, itt vannak a pirosak, ugye? Szerintem nem rossz a piros. Azt kell mondjam, de viszont most visszamegyek és a hudot visszarakom, azaz a motorháztetőt visszarakom. Nem akarja idehozni az autómat, ez a buzizi. Buzizi. Nem tudom milyen legyen, skacok. Elzsalok egy másik garázsba és visszajövök ebbe. Faszom. Ez így jó. Így. Az elsőleges színe szerintem... Nem, milyen legyen. Hú, amúgy maga a kocsi nagyon szép pirosba. Ez a fehéres, ez nem néz ki rosszul, sőt. Sőt, hát még a narancs se rossz, de az a pirossal nem megy össze. Én rajta hagyom a fehéret, mert ez így szép számomra. Tetőre nem rakunk ilyen szart, vagy rakjunk? Nem rakunk. Ráadás küszöbb. Küszöbben én a legnagyobbat szoktam, vagyis a legdrágábbat szoktam rátenni.
ami a legnagyobb általában, mert úgy néz ki, jól, fúra leültetjük, belakjuk a versenyváltót, turbo, egyértelműen. És a másik, az a kerekek, nem tudom, szerintem ezzel Laci, te is gondol vagy amúgy, hogy milyen kerekeket rakjál le. Én azt tudom, hogy hol van amúgy. Mert itt tök jó, hogy lekértem a garázsomba, mert ugye felrobbantottam az első futamomnál, és nem jön meg. Az csak jó, ha nem jön meg, Laci. De... nincs itt. Azért most kimegyek ezzel. Hol vannak a karbonfelnik? Hát nem itt. Hol vannak a karbonfelnik? De most itt komolyan. Tunerbe. Hát ez ilyen verde... Aha, itt vannak. Basszus, ezzel de jól néz ki. Jó, hát ez egyértelmű. Most nem is szaroztam itt a felnővel. Mehet rá a versenycsík. Golyóálló. A versenycsík igazából most a felnének a... Hogy mondjam... Márkája, vagy nem is tudom ezt hogy elmondani, de az, az szokott rajta lenni. A tire smoke az ugye piros. Full sötétített ablak. És kész is a verdánk. És le is fogjuk tesztelni, hogy mit megy. Hogy milyen is. A hangja az rohadt jó. Hogy visszarecseg? Marad egy kicsit csöndbe. Rohadt jó. Hangja az idáig a GTA-ban szerintem a legjobb kocsi hang. Ami benne van. Én már úton vagyok egy... Ó, az irányíthatósága perfekt, gyerekek, hallod? Amúgy vágatok ki jön belőle a izé. A spoiler, persze. Hát ez egyértelmű, ezt már láttam mikor kiosztam. De az irányíthatóság az nagyon jó. Fék. Ó, hát a fék is jó, Dili. Nem nyomom a space-t és úgyis megáll szép. Belsője. Hát a kilométer óra kicsit buggos, azaz valószínűleg a modellt nagyon eltervezték, mert nem látszik a kilométer per óra. Bár lehet, hogy ezt direkt így csinálták meg. De ami tetszik, hogy a rádiót mutatja, hogy be van-e kapcsolva vagy nem. Bár szerintem ez in-game nem mutatja a rádiót, de ha igen, akkor respect. Sőt, nem is tudom, meg kellett rádiót váltani? Ezzel, EQ-val. És mutatja! Mutatja gyerekek in-game, hogyha váltok rádiót! De durva! Látjátok? Ez durva. Még egy speed testet nézünk neki, hogy mi is a vége. Aztán igazából én is a videó, hogyha szeretnétek még ilyen további GTA-t, kocsituningolós, illetve live-okat, azt egy like-kal, illetve a kommentben jelezzétek, és akkor zaklassatok vele, és akkor ez ellen teszünk. Szóval, skacok, a kocsi ki van akaszva, ennyit megy. Már tilt, szép naplemente, és ennyi is kacok, ennyit ment a Verda, király. Durván megy. Hát köszönöm a figyelmet, srácok, sziasztok!